Megújult klubunk életmód magazinja, a Zöld és Fehér. A változások elsősorban a megjelenítési formákban és a szerkesztésben lesznek feltűnőek. Haladunk el a korral, hát én is beleszülettem itt a tradícióban, mert nekünk radistáknak a legnagyobb erőnk a tradícióban van, meg az összetartozás érzésben. Hatodik éve készítjük itt a lapot. Én a gyerekkoromban az egy ujjas telefonnál kezdtem, aztán eljutottunk az okostelefonig, hát nekünk is haladni kell ezzel a modernizációval. Mind a mellett megtartani Lakat Károly, Dalnoki Jenő, Albert Florián intelmeit, de bemutatni mondjuk Lovrencsics Gergő családját, vagy Bőle Lukácsét, vagy Böde Daniét, akár Láncafáméjét, mert kíváncsiak rá a szurkolóink, és ez így van rendjén. Magazinunk népszerűsége a kezdetektől fogva töretlen. Úton útfélen megállítanak, hála a jó Istennek, és archiválják, gyűjtik, és megvan a hatodik éve az összes lapszáma rengeteg embernek, nagyon sokan kedvelik, szeretik a lapot, és egyre több a fiatal is, és ez öröm, mert azért manapság már nem olvasnak annyit az emberek, mint régen, mert elviszi őket az elektronika, meg a modern kütyük varázsa. Én azért bízom abban, hogy visszatér majd ez a rendszeresség, a rendszeres olvasásnak a szeretete. Ehhez akarunk mi hozzájárulni, meg persze a Fradi iránti szeretettel, meg a tradíció hagyományápolással, a jelennel és a jövővel összekötve. Az új arculatú lapot már szeptember 28-án pénteken kezükbe vehetik szurkolóink. A magazin megvásárolható a Fradi Shopban, valamint a shop.fradi.hu-n. Adja magát az edzőváltással a címlap sztori, ugye Szergej Rebrov bemutatása, de természetesen Tomás Dolnak a közel 5 éves tevékenysége is, mert nagyon szép sikereket ért el a német tréner. Mind a kettő klasszis futballista, bemutatjuk őket, bemutatjuk, hogy mi várható, milyen Szergej Rebrovnak a stílusa, az edzői felfogása. Emellett azért az utánpótlással is foglalkozunk, lesz könnyű zenei bemutató is, tehát azért a könnyedebb műfajakat felé is fordulunk, és sok-sok képpel, tehát ez is egy újdonság, egy újítás így az új layoutban, hogy rengeteg képpel lesz hónap fotója rovat is például, de hát azért a közkedvelt rovatokat is megtartjuk, például a passz rovatot, vagy a 13+1 kérdést. Igyekszünk a három elbetűnek, meg a szurkolóink igényének megfelelni. Oh.